Szevasztok srácok, Sándor Glof vagyok a War Thunderből. Melo után vagyok, egy olyan részegen dolgoztam a cégnél, amit szívből rühellek. Fáradt vagyok, egy kicsit mondjuk így. Van bennem két vodka meg egy sör, úgyhogy kellőképpen vagyok stabilizálva. Jelenával, kicsi kedvesemmel, a T-62-esemmel fogunk csapatni a kört annak apropójából. Megjött a 10-es feles tigris és hát egy pusztulat. Hát, maga a tank az, úgyis mondjam nektek, egy tökéletes, kifinomult mestermű, de a matchmaking megöli, egyszerűen. Úgyhogy borzasztóan nehéz 10-es feles tigrissel játszani, mostanában. Úgyhogy kell valami pozitív energia mára. Jelen a T-62-esem a barátom nemét viseli, aki szintén orosz nemzetiségű, úgyhogy neki köszönjétek azt, hogy most viszonylag jó kedvem van. És vele után felrapta azt, hogy zuhanyozzunk együtt, meg igyunk meg egy-két vodkát, úgyhogy ami életvidámság van bennem, azt neki köszönjétek meg. Ezt a videót is különben, mert máskülönben nem hiszem, hogy ma este még neki ültem volna egy videót felvenni. Vannak még klannok egyébként a War Thunder kliensemmel is, mert ugye vissza kellett telepítenem a klienst. Yeah. 4 napig szervizben volt a gépem. Úgy kaptam vissza gyári stokkos újként. Hoppá. Hol te buzi? Gondolkozom, hogy kérjek a kóvát a csapattól, de lehet, hogy nincs értelme. Hát sőt, biztos. Kutya nincs az a nembe se. Most ciki lesz, de javítunk. Új érepecs a pöcsömet. Jösszett nekem az új nehéz tank szaroddal. Kassz, hogy puszit jelen által is mész a leves, bölcsém. Ennyit értek. Na, ott jártam, hogy oldalba akartam flankelni az alt. Persze, csak észre és a parkon át, ha csak. Egy csapattárs. Na, mindegy. Mindent egybe vetve, ugye vannak még kalandok a War Thunder beállításaival is nálam, azt még egy kicsi gatyába kell rázni. Ezt aztán a Greenpea után majd megérem, hogy jön a király tigriseknek a legnagyobbik a 10-es feles egyrészt. Bemutatóra másrészt most már elkezdem rendszerzete formában kicsit gatyába rázni a témát a repüléssel. Mert eddig eléggé adhok jelleggel voltak nálam repülős videók. Legalább az orosz gépekről minimum, amit komolyan is veszek egy szinten. Az orosz tech tit a szívügyem, hogy ezt kihúzzam. Fog majd jönni a teoretikus sorozat. Németektől majd a német légvédelmiekről szándékozok még egyet csinálni, illetve a leopárdokkal, mert nagyon lógok, mert a párducokat végigvittem, és szegről végül azért a tech-tree-ben mégis csak a leopárdban végződik az a vonal. Így veszik rokonok. Thunder rokonok itt a War Thunderben. Úgyhogy ezek lesznek, amikre lehet számítani. Most jött tisztán azon, hogy élvezkedünk itt a T-62-essel. A World of Tanks Blitzben is a Tier-10-es szovjet közepesen mutott is imádtam, és itt is. Már lassan jobban szeretem, mint a leopárdokat, hát sőt. Kit akarok kábítani.
jobban szeretem, mint a Leopárdal egyesemet. 10-ös feles meg egy nagyon nehézkenyen lesz, srácok, mert igazából jön szembe egy szovjet közepes, akár még akár csak a T-54-ek közül is. És hát akkor csak ott nem lőnek be jóformán, ahol nem is akarnak. De ugye 10-es felessel igen nehéz kenyér bármiféle fogást találni a szovjet közepes tankon. Még a T-54-eseken is, nem hogy ezeken a... Felrettebb nagyobb vasakon. Kaptunk tőle egy ágyúzávárt viszont a BPT Grisztől. Egyrészt nekiállunk most javítani. Tudunk beartizni már nem mi? Ne, ilyen közel nem. Semmi vész. Amíg az oldalunkban nem kerülnek, addig semmi vész. Kicsit elszámoltam magam, hogy a frontját is belőlem, aztán rájöttem, hogy azt azért nem. Szegény kóliem, ha betült az ágyom, akkor neki vége. Ez most mi volt? Jaj, még spawn videóm ott van a srác, bocsi. Ne kell két nézni, hogy nem előttem el az ágyicsövemet. Ez Google Beatsnek hangzik, hangja alapján. Hát, hogy csak a szerencsétlen ott fűnt volt. Mi füstöl? Flakpanzer 1, Gepard. Hát a tópérás se kőkeményen végigment. Térjek vissza. Mi van? Hát most nem mondjátok komolyan. Nem mehetünk közel a spawnjukhoz Conquest módba. Ilyen van. Ez most ilyen 1.71.1.113 patch dolog, hogy nem mehetünk közel az ellenség spawnjához, vagy... Vagy tévednék? Ja, hát vannak új skinjeim, igen, ugyanis ugye... Képnek a fájrendszere elszállt, maga a Warthunder elszállt, és ennél fogva ugye a felhasználói festéseim is elszálltak. Szedtem le újakat, és némelyek közülük kicsit vaddisznó. Kígyó, meg krokodil bőrborítások, meg ezt hasonlók játszanak most a tankjaimon. Itt a messzes motorász gépeim része ilyen japán anime punci gép lett, de hát istenem. Kire vadászunk még egyáltalán? Na, meg van nökötöm. Tehát végsős van az ellenség csapata, még azt mondhatjuk, hogy erős. Csak német típusokra kell felkészülni, úgyhogy be sem töltöm a csítefest. Sok illúzióm az nincs, ennél odaérnék, úgyis kilövik a fliceket. Szerintem vége is van a dalnak. Szakasztáson közben fönn van a repülőm. Mármint a hivatalból kijelölt szakasztásom. Hát ennyi. Ópérással hozta a meccset. Iszok még egy sört. Közben látjátok a T-55-ös ára. Megy nálam a farmolás, a grindolás. 62-es is majd jön nem sokára bemutatóra szerintem. Nagy orosz merek közül, mert amit látjátok, hogy a fékrendszerre gyúrok most, aztán majd fog jönni ez a patch-el most bekerült füstgeneráló Engine Smoke Generation System. Ugye ez egy befecskendés ad a motornak, aminek a kapcsán ugye orrászájának adja a füstöt.
és füstgránát, illetve csőből kilövető füst lövedék helyett ezzel lehet füstöt fejleszteni. Ez az új patch-e jött be itt a magasabb BR-ű tankoknál. Na. Hát addig is, srácok. Köszönöm, velem vagytok. Dasvidanje.